Ez itt a Pertú, Háromszék legközvetlenebb portré podcastje. Különleges karakterek, érdekes életutak, motiváló, példaértékű tevékenységek, és persze jó sztorik. A házigazda Máté Kincső. Sziasztok, csodás csütörtököt kívánok mindenkinek. Ezen a héten is ugye Pertú Háromszék legközvetlenebb portré podcastje, és bízom abban, hogy ez fokozottan érvényes a mai beszélgetésünk apropóján is, hiszen ez alkalommal is egy olyan ember ül velem szemben a stúdióban, akivel tulajdonképpen most van először szerencsém beszélgetni, akár interjús, akár bármilyen más típusú formában. Mielőtt azonban elárulnám, hogy ki a mai vendégünk, gyorsan eszetekbe juttatom azt is, hogy érdemes feliratkozni a különböző csatornáinkra, social médiában, Spotify-on, YouTube-on és mindenhol máshol is, illetve hogy kövessetek be bennünket, hogy értesüljetek a legfrissebb tartalmainkról. Na és akkor leplezzük le, ki van velem itt a stúdióban. Pászka Lehel tulajdonképpen ex-libris, meg jól mondom Árpád fejedelemdíjas lovas íjász, illetve lovas oktató. Szia, köszi szépen, hogy eljöttél. Szia, üdvözöllek, üdvözlöm a kedves hallgatókat, nézőket is. Igen, hát ezek az élet úttal, a munkával jövő eredmények, ugye ezek a díjak. Hát nagyon-nagyon megtisztelő a magyar díjrendszertől, hogy ennyire figyelemmel követték az én munkámat, és hát ezzel jutalmaztak. Egyébként gondolom, bármilyen típusú elismerésről, díjról van szó, az embernek a szakmai életében egy-egy ilyen elismerés tényleg mérföldkőt jelent? Vagy én így képzelem, én még nem kaptam díjat. Mérföldkő, és egy visszajelzés, hogy jó úton halad, és ezt így kell folytatni tovább, és hogy más is figyelemmel követi. Ez nagyon jó leső dolog. Tehát nem ezért csinálja az ember, de hogyha erre sor kerül, akkor nagyon megtisztelve érzi magát, hogy ennyire figyelemmel követik az ő munkáját. Nagyon röviden, és talán egy picit a keleténél jobban összesűrítve most, aztán remélem kibontjuk tisztességesen ezt is, de hogy egy picit tisztázzuk le, hogy mi is az, amit te csinálsz. Hagyományőrzőként emlegetnek téged első körben, illetve hát ez a lovas íjászat, ha valaki az életben nem hallott róla, nagy vonalakban mondjuk egy ovisnak hogy kellene elmesélni, hogy ez mi az? Hát hogyha most azt mondjuk, hogy hagyományőrző, akkor az nem teljesen fedi a valóságot szerintem, mert a fegyverek, amiket használok, a ruházat, amit használok, maga az anyaga, a vértezet, de minden, amit használok, az nem kórhű. Uh-huh. Tehát én szeretnék inkább a modernkor emberének, a mai embernek egy képet adni arról a világról, arról a harcászati tudásról, stílusról, aminek az őseink birtokában voltak, ami a mi létünket szavatolja itt a Kárpát-medencében, mert ezért meg kellett küzdeni azért a területért. És Árpád korában, meg abban a korban, amikor íjakkal harcoltak lóhátról, akkor én ezt ilyennek tudom elképzelni, hogy minden helyzetből lövünk, minden élethelyzetet lóhátról oldunk meg, és maga a lovas harcászatot. Ami a mai embernek érdekes lehet, az a külön, ha rászánja magát és kipróbálja, akkor az maga valójában lóval való kapcsolat. Uh-huh. És én azt hiszem, hogy ebben a rohanó világban, ebben a mindennel tele világban, én ezt most nem részletezem, ezt mindenki tudja, nagyon nagy szükség is van rá, hogy valami visszavezesse a természetbe. És ehhez a ló az kimondottan egy nagyon jó társ tud lenni, hogyha úgy kezeljük, és úgy állunk mi is hozzá. Nekünk a nagy problémánk az, hogy elkényelmesedtünk. Ezzel és, csak egyetérteni lehet. És nagyon szeretnénk a lovat abba a világba behozni, amiben mi vagyunk. Habár mi megyünk azért a lóhoz, hogy ő vigyen minket abba a világba, ő van. Tehát a természetbe visszavezessen. Csak hát ugye ebben a világban, ahol panaszkodunk, hogyha fúj a szél, vagy esik az eső, vagy nagyon süt a nap, vagy hideg van, meleg van, akkor már ott vagyunk, hogy majdnem mi akarjuk a lovat odavinni abba a világba, ahol mi vagyunk. A lónak nem kell különösebben más természet, mint amiben ő él. Mert ő azon a felületen él minden nap. Ott legel, ott sétál, ott jön, megy, tehát ott otthon van. Ha esik az eső, a ló nem szomorú ettől. Uh-huh. Vagy ha süt a nap, akkor sem. Persze. Tehát akkor ilyen fedett lovardák és társaik, akkor ez számít már egyfajta luxusnak, a magunk kényelme véget? A fedett lovardával sincsen baj, amikor el akarunk valamit túlozni a saját kényelmünkre, és próbáljuk a lovat abba a világba bevinni. Inkább itt ezzel van a probléma. A ló az ugyanaz a lény, ami volt több száz évvel ezelőtt is.
Tehát, hogyha meggondoljuk, ezelőtt 100 évvel még nagyon komolyan lovakkal dolgoztak. Még háborúban is, a második világháború is használták a lovat. És a ló nélkül igazából nem volt élet ezelőtt 100 évvel. Nekünk, hogy most már minden gépesítve van, hát inkább egy eszközé vált, vagy egy ilyen szorakozási lehetőségé vált. Viszont a ló, hogyha kezdjük próbálni az ő határa és képességeit, nagyon-nagyon mozgalmas, erős, energikus. Tehát az, hogy mi ezzel az állattal, ezzel lényelmi lépést tudjunk tartani, nekünk kell az a fajta életképesség, ha nem is azt mondom, hogy edzettség, de az az életképesség kell, ami ugyanúgy az embernek is a természetben való élését jelenti. És szerintem ezt egyébként, de javíts ki, ha tévedek, mert te vagy az igazi szakember ebben egyértelműen, ezt szerintem egyébként a ló az érzi, amikor valaki felül mondjuk életében először a hátára, hogy az a temperamentum-e, az a személyiség típus-e, aki igen, ez a sok mindenhez, amit elmondtál, tud igazodni, tud azonosulni ezzel a közeggel. Igen, tehát a ló az nagyon érzi, és hát én a lovaimat személy szerint úgy tanítom be, hogy ezt az érzését, ezt a viszonyulását úgy használja fel az emberhez, hogy ha ő érzi, hogy az a lovas nem épp lovas, hanem csak utas, akkor ezt annélkül mondanám, hogy bárkit meg szeretnék sérteni, mert nem. De van, hogy ugye nem kapjuk a kapcsolatot a lóval, és nem úgy működik a dolog, ahogy kell, és akkor lassuljon le a ló. Tehát Elvárnánk, igen, hogy ő vegye vissza a tempót. Igen, de én meg is tanítom nekük, hogy amikor én ülök fel, és másfajta gyakorlatot kezd, akkor pedig a melegvérű lovakról van szó, akkor természetesen végzik a dolgokat azonnal szinten és lendülettel, ahogy én azt mondjuk bemutatókon szoktam csinálni, vagy ahogy én elvárom tőlük. Na most már ugye a lóval való együttműködés, ugye az ember az egy függőleges gerincsel mozgó és élő lény. A ló az pedig mondjuk úgy, hogy vízszintesen, tehát 4 lábon jár. És a lovaglásnál ezt úgy kell értelmezni, hogy a 2 lábon való jármódot át kell alakítani 4 lábon való jármódot. Tehát újra kell tanuljunk mi igazából járni, hogyha lóra ülünk. Milyen jó gondolat ez? És egyszer az ütemeket kell megszokjuk, tehát meg kell szokni, hogy már 4 lábon járunk, a térés nem olyan, a képességek nem olyanok, a sebesség nem olyan, és hogyha megszakad ez a kapcsolat, akkor az egyenlő azzal, hogy leesünk a lóról, ugye? Igen. Tehát, hogyha nem működik jól ez a dolog, akkor leesünk. Na, ezt is meg kell külön tanuljuk, hogy mi lesz akkor, hogyha megszakad Mielőtt a kapcsolat. Mielőtt elmennénk ebbe az irányba, mert ez egy külön fejezet egyébként, ami a munkásságot kapcsán szót érdemel, és akár több percen keresztül beszélgetést is érdemel, de hadd kanyarodjak egy picit ide-vissza csak azért, hogy én elméletben megtanultam lovagolni itt 3 perc alatt, nagyon szeretem ezt a mozzanatot, viszont azt hiszem a Facebook oldaladon valamelyik poszt mellett olvastam egy nagyon fontos gondolatot, az én mércém szerint, hogy akinek nincs a ritmus érzéke, az nem is nagyon fog tudni megtanulni lovagolni, nem biztos szó szerint tudlak idézni. Én ezt meg akartam kérdezni, ha majd lesz rá lehetőség, hogy mit értünk ez alatt, mert nekem például aztán felvállaltad, nincs ritmus érzéke. Mindenféle érzék igazából fejleszthető. Tehát ezt tudni kell. A lovasi jászathoz több minden kell. Nem csak ritmus érzék, térérzék, távolságérzék, egyensúlyérzék, sok mindent kellene fejleszteni. De a ritmus érzék nélkül, hogyha a lovaglás, tehát ha csak utasok vagyunk, akkor a ritmus érzék nélkül nem tudjuk a lovat sem, akkor ki vagyunk szolgáltatva egyfajta ütemnek, jármódnak, vagy éppen egy hát oda-vissza, ahova akar, úgy mondanám, ez a ritmus érzék, a ritmussal én nagyon sok mindent tudok stimulálni, vagy éppen visszafogni egy lóba. Tehát, hogyha én kérek mondjuk egy ügetést, és azt próbálom fel gyorsítani, a ritmusommal, ahogy én adom neki csípőből, a csípőmozgásommal a ritmust, és egy kicsit lábsegítséget adok, akkor ő gyorsabban fog. Hogyha pedig lássa, vagy érzi, hogy nem megy nekem az ügetés, amit az előbb is mondtam, hogy akkor lelassul, nem próbál meg elfutni, hanem annyira lelassul, hogy éppen már szánalmas nézni, hogy van szorognak. De sokkal fontosabb, mint az, hogy megjegyen, átvegye az irányítást, elvigye a lovast.
Így van. Na, itt nagyon belemelegettünk a hirtelen az elején, és nagyon örülök is neki, mondom, 3 percben hamar elméleti szinten meg is lehet tanulni, lovagolni, hogyha az ember hallgat téged. De engedd meg nekem, hogy mielőtt nagyon szakmáznánk, vagy egyáltalán még ilyen rajongás-ujongás szintjén beszélnénk lovaglásról és íjászatról, azelőtt veled is egy picit az idézőjeles protokollköröket azért fussam végig. A Pertunak van egy olyan jó kis, nem tudom, hát íve, kanavásza, tartalmi része, szerkezeti része, hogy azért megpróbáljuk az utat végigjárni a legelejétől napjainkig. Úgyhogy ilyes formán téged is egy picit arra kérnélek, el kell mondjam és be kell valljam derekasan, én szoktam készülni nagyon, de a te fiatalkorodról, kamaszéveidről, gyerekkorodról olyan rettenetesen sok információt nem sikerült szerezni. Nagyon zárkózott embernek tűnsz, aki nem osztott meg sok mindent annak kapcsán. Például milyen volt a gyerekkor a Sepsiszentgyörgye? Mert azt tudom, hogy az itt volt. Hát nagyon jó volt. De bővebben engem lefoglaltak a küzdősportok akkor. Én karatéztam elég sokat, versenyeztem is, voltam országos bajnok is, voltam kupán, világkupán is második helyzet. Tehát voltak nekem jó eredményeim, én szerettem nagyon a sportot, szerettem a sportokat, a küzdősportokat. Ez adta azt hiszem későbbiekben a lovas élethez a dinamikát, az erőt, az egyensúlyérzéket is, meg egy csomó jó oldala volt ennek a dolognak. Én a legjobb gyermekkort éltem, nekem voltak nagyobb, úgy mondanám, hogy férfiak, mint például Préda Csaba, mindenki ismeri, ugye? Persze. És volt, akire felnézzek, nekem voltak mestereim, példaképeim, akik engem mindig a helyes úton tartottak, hogy én látok sok drámát a napjainkban, amikor rossz útra tévednek fiatalok, és sajnos tönkre megy az életük. Így van. Mai napig is nagyon nagy hálával gondolok azokra az emberekre vissza, akik engem ezen az úton tartottak, hogy én nem volt időm nekem gondolkodni, mert örökké valamilyen eseményre készültünk, és nekem a sport, az edzések azok kitöltötték az életemet. Hány éves korodban kezdtél el te karatézni? Hát én 15-6, tehát nem olyan nagyon fiatalon. Különböző sportágokban még ilyen műfalmászás, meg birkozás 5. kortól, tehát voltak már ilyen különböző próbálkozások, de ami úgy mondanám, hogy hosszabb ideig tartott, az a karaté volt. És akkor voltak nekem gyengeségeim emellett, és akkor az bejártam más klubokhoz, jiu-jitsu edzésre, vagy aikido edzésre, és nagyon sok mindent megtapasztaltam, megtanultam más harcművészetekről. Mielőtt folytatnád a gondolatot, mert van egy sejtésem, hogy mit szeretnél mondani, én azelőtt urasan a pertudobozomhoz kell, hogy nyúljak, nehogy lelőd nekem a point időnap előtt. Mit tudsz a pertudobozról? Hát az, hogy most rajta van a kezed. Igen, és mindjárt ki is nyílik, ezt nem fenyegetésként mondom. A pertudobozról azt kell tudni, hogy rendszerint műsoron belül tárgyakat rejtünk el benne, olyan tárgyakat, amelyeket megpróbálunk valamilyen úton-módon kötni a te életed különböző stációihoz. És mivel már részben lelőttük a poént, én gyorsan azért, amíg még lehet, kiveszem ezt az első tárgyat, azoknak mondom, akik csak hallgatnak bennünket, hogy ez egy karate öv. Így mondják-e, vagy van neki szakneve? És az első kérdésem az eredeti forgatókönyv szerint az lett volna, hogy na mi jut eszedbe a karate övről, de azért már elárultad nekünk, hogy végső soron minden indult a karatétól, hogyha lovaglásról van szó. Úgyhogy most úgy teszem fel az átfogalmazott kérdésemet, hogy említed a karatét, említed a jiu-jitsut, és egyáltalán amiket még kipróbáltál, hogy ezek mind hogyan járultak ahhoz hozzá, hogy te kamatoztatni tud mondjuk az ott szerzett tapasztalatokat, akkor, amikor lóháton, íjjal a kezedben vagy? Hát az adja meg a gyermekkori előéletem, vagy egy sportolónak az előéletem, szerintem az adja meg az alapját mindennek. Bármit csinál utána az életében? Igen. Igen, mert attól lesz kitartó, hogyha kitartó volt és küzdött, már pedig, hogyha egy fél életen keresztül edzett, gyakorolt, akkor küzdött. Nyilván, mert ha nem abba hagyta volna. Így van. Felépül benne az erő, az egyensúly, a dinamika, egy csomó minden fizikai jó képesség, tulajdonság mellett felépül egy fajta tartás, egy bizalom. Felépül a kapcsolatok az emberekkel,
a csoporttal, a tagokkal, a valahova tartozás, mm-hmm. ezek mind nagyon-nagyon fontosak. És ezt nem a lovasi jászat hozta nekem se, hanem a gyermekkori edzéseim. Én ezért nagyon tudnám támogatni, hogyha, és biztatni, lelkesíteni, hogyha bármilyen tevékenységre, sportra egy gyerek szeretne eljutni, és ő szeretné, tehát uh-huh. nem a szülő szeretné, hogy valami legyen. Valahova írjuk be, hogy járjunk. Hanem ő uh-huh. tényleg szeretné, akkor azt támogatni kell, és segíteni kell. Hadd kérdezzek rá még egy dologra, ami nagyon érdekel, főleg az olyan fiatal úri emberek esetében, akik annak idején ugye már gyerekként elkezdtek sportolni, mindig felmerül bennem a kérdés, ha időközben abban marad a sportélet, vagy az ilyen formán létező sportélet, hogy ugye a sport esetében, és te is országos román bajnok voltál, válogatott tagja is Igen. voltál, ugye, ha jól tudom, tehát egyfajta versengés, folyamatos versenyszellem az ugye a gyerekkorod, kamaszkorod része volt. Hogy ez a versengés, vagy a megmérettetés iránti vágy az időközben lankadt? Nem lankadt. Nem tűnt el, nem lankadt, hanem az ember akarva akaratlanul változik az élete során. És valamitől jön egy másabb ötlet, gondolat, ami nem hagyja őt, mint ahogy engem sem hagyott nyugodni, és abba az irányba elindultam. Ez volt a lovasi jászat. Uh-huh. A lovak, tehát erről álmodtam, ez volt a fejembe éjjel-nappal. Én harcokat láttam álmomba. Tehát csatákat, lovak voltak, ijasztak, harcoltak, és nekem engem ez annyira megfogott a történelem, megfogott az, hogy hogyan csinálhatták, hogy hogyan lehetett. Nem felejtem már, mai napig előttem van, hogy a Magyar Vándor mozi plakátján, itt amikor mentem el, akkor fordítva ült a lovas a lovon. Hátra a felegynyilözás. Igen, és akkor ezek engem annyira álltam és bámultam, és néztem, hogy ezt vajon hogy csinálja. Na most már tudom, hogy hogy csinálja. Ugye? Igen. Látod, lassan 20 év, de most már tudom, hogy hogy csinálja. Jaj, valami zseniális. Egyébként látod, ilyen szempontból bárki életét, aki úgy tényleg, akár azért, mert van miről meséljen, de bejön ide a Pertu stúdiójában, nagyon izgalmas lenne megkérdezni erről, ezt az ötletet lopom, hogy mi volt ez az első szösszenet, mozzanat, ami mondjuk az adott pálya iránt elindította, vagy egyáltalán az érdeklődést felkeltette. Neked akkor ez a Magyar Vándor plakát? Nekem a Magyar Vándor plakát, meg az ilyen, az álmok, igen. Azok az álmok, igen. Azok ilyen mozifilmszerűen láttad magadat a csata közben? Vagy? Én sok filmet láttam álmomban ilyen, de nem csak harc jeleneteket, hanem én láttam az utamat, láttam olyan retteneteket, amik engem visszavezettek, örökké ezen az úton tartottak. De mit értesz rettenet alatt? Hát például, amikor már javába lovasíjaztam, kaptam egy állás lehetőséget, hogy elmenjek külföldre, Németországba. Uh-huh. És ott elég komoly összegeket ajánlottak. És a szüleim sosem mondták, hogy ne csináljam, hogy ha én akarok, akkor menjek. És hát mondtam annak a munkaadó embernek, hogy hát sajnálom, de nem megyek el, mert nekem itthon most már bemutatók vannak, hát gyere, itt még kétszer annyi pénzt keresel, és meglátod, hogy milyen uh-huh. sok pénzed lesz. De és ugye fiatal embert, fiatal feltörekvő embert nagyon könnyű bevinni a sűrűbe. Tehát pénzt kell, igen, mert akkor elgondolja az ember, hogy ennyi pénzem lesz, az lesz, ha így lesz, akkor úgy lesz, és azt csinálom, és mindent megcsinálok, de ahhoz pénz kell, de a pénzért így megyek. És akkor azt így elindul az úton. Uh-huh. Na, ez a rossz. És te nem indultál el akkor? Én azért értem? Nem indultam el, mert én azt láttam álmomban, egy reggel úgy ébredtem fel, hogy le voltam izzadva, meg voltam fagyva, és láttam magamat a parkba, táska pénzás, a varjak károgtak felettem, és teljesen egyedül voltam. Jaj, ez engem, nagyon sokat engem, mondó állam. Engem ez, hogy egyedül vagyok. És én egyből megértettem ezt az álmot, hogy amikor én haza fogok jönni, mert én nem fogok elmenni sok időre, hanem nem tudom mennyit, pár évet, uh-huh. esetleg 10 évet eltöltök. Mikor hazajövök, engem már senki nem fog itthon ismerni. Milyen fontos gondolat és ez? Szerintem ez a legfontosabb, ez volt. És hát nem vettem más észre, de én olyan boldogsággal mentem végig az utcán, és köszöntem az embereknek, hogy... De jó, hogy itt vagyok. Igen. Az jut eszembe, mert nézd meg, ha a saját ősi kultúránkat veszük górcső alá, ilyen emese álma és társaik, ha bármilyen más, akár nemzetközi példát is hozunk, azért nem tudom, hogy a spiritualitás-e a jó szó erre, vagy az álomfejtés, vagy egyáltalán nem tudom az, amit annak idején például a sámánok tudtak, hogy ezt az egészet
te hiszed magadban így 2023-ban, a 21. században, amikor meséled, hogy álmodsz valamit, és az egy életre meghatározza, hogy jobbra vagy balra indulsz. Hát akkor tud befolyásolni, akkor, hogyha az embernek ez annyira rosszul esik, mint amennyire nekem rosszul esik. Tehát ez érzelmileg akkor nagyot ütött? Persze, hát én amikor felébredtem, én nagyon rosszul voltam ettől. Tehát mondom, hogy tudja az ember? Hát én azt éreztem, hogy én most már nem akarok elmenni. Uh-huh. Ez az, ami biztos volt, hogy én nem akarok innen elmenni. Meggyőztek a varjak. És azután még inkább ugye a barátság, az ismerettség az alakult most már Székelyföldön, több helyen, vagy hát Romániának is néhány részén. Tehát én meg tudtam valósítani mindazt, amit akartam itthon is. Annélkül, hogy elmenjek külföldre rengeteg munkával, valószínűleg másképpen néznek ki az egész, de ennél többet én azt hiszem, hogy nem tudtam volna akkor sem megvalósítani, ami nekem számomra a legfontosabb, hogy a pénzért nagyon sok mindent el kellett volna adjak. A lelkedet is valószínűleg. A családommal való kapcsolatomat például. Például. A földdel való kapcsolatomat, ahova születtem. A kapcsolatomat a lovakkal, amilyen most van. Azt a szabadságot, amikor reggel felkelek, és kinézek az ablakon, s a 9 ló legél az udvaron, mondjam úgy, mert azon a területen az a nálam az az udvar. A tanyán, igen, az az udvar. Tehát ezeket a dolgokat számomra, ezek annyira fontosak, hogy én ezeket nincs az a pénz, amire elcserélni. Csak tudod, mi a kérdés, és bocsánat, hogyha egy picit kekeckedős vagyok, mert ezt látja az ember, és én is mindig így vagyok, hogy utólag látjuk, és utólag olyan szépen le tudjuk vonni a következtetéseket. Számomra ez a nagyon szimpatikus a történetedben, amit meséltél, hogy akkor még úgy minden előtt voltál nagyjából, meg hogy alapjáraton egy álomra, egy álom okozta érzésre. Félelemre inkább. Á, na ez az. Félelemre. Köszönöm, inkább. Hogy te mondtad ki, igen. Tehát megijedtél attól, megijedtem, hogy én ezt oda kell adjam azért a pénzét, és ezt fogom kapni a pénzért cserébe. Jól érzem. A varjukárogást és azt a hideget, amit éreztem. Igen, és a magányérzése, hogy mondod, senki nem. Ettől azért elég sokan félünk. Jól érzem, mert ugye mondtam a Pertu legelején, a műsor epizód legelején, hogy először találkozunk, szerintem szemtől szembe se szaladtunk még soha össze az utcán, pedig megnéztelek volna egy mosolyogva örülvén, hogy itthon vagy. Na, de hogy így akkor első benyomásként szó szerint jól érzem azt, hogy neked ezek mindennél fontosabbak, család, szülőföld, és egyáltalán az, hogy valami értéket itt megtartani és továbbvinni. Itt azt hiszem, hogy a legrosszabb, ami történhetett körülöttünk a rendszerváltás óta, az ez volt, hogy a legértékesebb emberek elmentek. Tehát, hogyha az értéket így, jó, abban reménykedünk, hogy elmennek, tanulnak, tapasztalatot szereznek, visszajönnek, de tudjuk, hogy nem. Vagy nagyon kevesen, ahhoz képest, hogy hányan, mennyi ember elment. És hogyha mindenki elmegyne innen, mindenki elvágyik innen, akkor ezek az értékek, ami maga az embert jelenti, és a kreatív elmét, amire ő képes, azt kiviszi azt az értéket. Én nem hiszem, hogy maximum 100 kilométeres körzetből a szülőföldünktől el kellene menni. Meg kell cáfoljalak egy kicsit. De nem baj, mert jó emberekkel, intelligens emberekkel vitázni, nagyon jó dolog, még a Pertu asztala mellett is. De a te életeddel cáfolok rá egy picit. Azért, mert hogy olvasván és megismervén a te életutadat, ugye te is elmentél, el kellett menni egészen Magyarországra, a Kassai Lajos Lovas Ijász iskolába, de visszajöttél és hazahoztad azt a tudást. Én nagyon ezt vallom, hogyha az ember azt érzi egy adott ponton, hogy mondjuk 100 kilométeres körzetben nem kapja meg azt az iskolát, azt a mentalitást. Én nem, tehát azért én kimentem periódikusan tanulni. Kassai Lajoshoz inkább vizsgál, többször vizsgázni. Tehát ugye kimentem, ilyen tanulási folyamatok nem voltak, mondjuk, ami egy hétig ott tart. Ezt tegyük világosá. Tehát kimentem egy hétvégére. Megtanultam, hogy mit kell megtanuljak. Uh-huh. Hazajöttem, gyakoroltam 3 hónapot, egy fél évet, visszamentem, vizsgáztam. Levizsgáztál. Ez ennyire egyszerű, pak-pak? Nem, ez nem ennyire egyszerű, ez ennyire bonyolult volt akkor, csak ez volt maga az út. Én hazajöttem, és én semmi egyébben nem foglalkoztam, én csak gyakoroltam. És ez egy ilyen önkínzásszerű. Önkénzésszerűen? Igen, mert én gyötrelmesen én akartam haladni igazából. Itt volt egy
megállapodásunk nekünk Kassai Lajossal, ami miatt végül is aztán én emiatt hagytam el a Kassai iskolát. Tehát az volt a megállapodás, hogy aki eléri a fekete kaftánt az ő rendszerébe, az lesz annak az országnak a vezetője. És amikor ez nekem sikerült, akkor jött egy bukaresti fiatalember, akinek éppen megvolt a felvételie, de nem volt meg még az ajánlója se, nemhogy vizsgálj. És Lajos úgy döntött, hogy na hát akkor ő lesz a Románia lovasíjász vezetője. Na én ezt nem tudtam. Ez hát neked nagyon csalódás nem nagyon. Hát nekem is az volt. Mondom, két, hogy neked főleg. Igen, hát persze. Én két évig ezen úgy gondolkoztam, hogy ez most honnan jött, de kiderült azóta, hogy honnan Nem. Hát az volt az utolsó, nagyjából utolsó beszélgetésünk. Hát azt kérdezte Lajos, hogy akkor erre mit mondasz? És azt mondtam azt, hogy Kassai rendszeren kívül is vágtázik a lós repül a nyíl. És nem. Milyen szépen úgymond megmutattad, hogyha azt veszik. Hát igen. Nem tudtam. Ez egy nagyon-nagyon rossz, fájó pillanat volt. Épp ezt akartam kérdezni. Nem tudtam, hogy ilyen haragos, kicsit talán negatív vége lett ennek a történetnek. Pontosan azért is, mert ahogyan beszéltél a karate edzések kapcsán arról, hogy mit jelent a mentor, mit jelent a mester, gyanítottam sejtést, ő sem az volt, hogy Kassa is egy ilyen figura volt a te életedben. Egy ilyen szintű csalódást, mert ez csalódás szerintem, amikor konkrétan emberben csalódsz, egy ilyen szintű csalódást az ember hogy tud lenyelni? Úgy, hogy utána nem csak megy tovább és vánszorog hát tovább. Hát keresi a porba szemüveget. A porban a szemüveget? Igen, keresi a porba szemüveget, amikor felveszi, akkor talál egy helyet, ahol megtisztogassa a fejét, és nézi, hogy mára van az út. Na. Neked ez mit jelentett egész konkrétan hát a szemüveg megtalálás? Nekem ez azt jelentette, hogy én hazajöttem, és akkor láttam, hogy az a világ, amiben én hittem, és szerettem volna egy harcosa lenni annak a világnak, az nekem szétomlott szemem előtt, tehát az mind összeomlott. Az egy borzalmas érzés volt. De a szemüveget, amikor feltettem, akkor láttam, hogy hát itt nagyjából az a helyzet, hogy én kell felépítsem a saját környezetemet, világomat. Ha már azt mondtam, hogy vágtázik a ló, a rendszeren kívül akkor lovakat kell tanítsak, nem egyet, hanem többet, hogyha hullnak, vagy valami baj van, baleset van, akkor legyen lovam. Akit érdekel az az út, amit én eddig végigjártam, vagy szeretne a társaságomba azzal foglalkozni, amivel én, akkor az annak adjak lehetőséget. Ennek kellett ugye a saját tanya, saját pálya, saját füdeles pálya, tehát létre kellett hozni, meg kellett valósítani azokat a háttér dolgokat, amik például egy táborra adnak lehetőséget, hogy kizárjuk az idő viszontagságát, amire az előbb mondtam, hogy ugye, na mert hogyha betervezünk egy hétvégére egy tábort, egy edzést, ha jön egy rossz idő, akkor azt át tudja szervezni, vagy ugye áthúzza egyszerűen, hogy nem lesz egy esős hétvége oka. Hogy képzeljem el ezt a pillanatot? Vagy meg lehet-e fogni egyetlen pillanattal, amikor ténylegesen eldöntötted, hogy akkor eddig és nem tovább, mondjuk a kassai módszer és a rendszer, és akkor te itthon Sepsiszentgyörgyön fogod megtenni azt, amit meg akarsz tenni. Volt-e ennek akár ilyen álomszerű, egyetlen konkrét mozzanata? Nem. Ez amikor ez megtörtént ez az eset, akkor én hazajöttem, és próbáltam azzal túlélni a helyzetet, mondjam úgy, hogy gyakoroltam. Rengeteget gyakoroltam, és a gyakorlással kapcsolódtam ki. Tehát még többet gyakoroltam, a saját elképzeléseimet belevittem, saját elképzeléseimet próbáltam megvalósítani, úgy a lovas technikában, mint az IASZ technikában. És ez olyan, mint amikor egy szerelem véget ér, fáj, de egyszer csak hát az ember feláll belőle. Ez a klasszikus, az idő meggyógyítja a sebeket? Hát az idő meggyógyítja, de menni kell tovább, nem lehet megállni. Uh-huh. És mondja csak. És ugye ezek, mondtam, tehát a ló az vissza-vissza természetbe. És az, hogy a lóval edzeni kellett, dolgozni kellett tovább, azok hozták a bajokat, hozták az eseményeket, arra oda kellett figyelni. És ez a sok munka aztán ráállította arra a pályára, jöttek ugye a felkérések, hát azért nem állt le a világ körülöttem, és akkor mondták, hogy na gyere, csináld meg ezt tábors, bemutatós, és jöttek a programok folyamatosan, felkérések mondjuk ilyen hát színházi előadás, mondjam úgy, csillagösvény népe, vagy ehhez hasonlók. És
akkor azt kellett csinálni tovább. Tehát nem volt jöttek idő. Azok a kihívások, Isten igazából, annak ha jól kellett, értem, igen, ami téged akarva, akaratlan, tehát nem tudtad hagyni magadat elpunyulni, meg letenni a lantot, mert nem volt rá idő. Ez egy nagyon jó hasonlat. Engedd meg nekem, hogyha már egy kicsivel korábban a lovait szóba kerültek, meg egyáltalán a tanya, akkor nyúljak újfent a dobozomhoz, mert ennek kapcsán is hoztam egy tárgyat. Remélem tetszeni fog, mert én újjongok, rajongok érte. És nagyon szépen köszönöm, hogy ezt kölcsön kaptam, állítólag ez tiszta új. Te mondd el, hogy mi ez, ne én kelljen elmondja. Hát ez egy tőt zabla, egy zabla. Ez igen. Egy zabla, így van. És hogy miért hozhattam vajon neked zablát, akkor ezt el se árulom rögtön így a legelején, hanem inkább felteszem neked a kérdést, hogy... Miért nincs? Aj, köszönöm. Ó, hát ennyire egyszerűen megfejthető vagyok. Igen. Nem is az, hogy igen. Miért nincs, hanem egyrészt milyen jó, hogy nincs, másrészt, hogy engem az érdekel nagyon, mert ugye veled kapcsolatban, hogyha az ember egy picit utánolvas, vagy beszélget a jó ismerőseivel, az első dolog, amit kiemelnek szakmai, és nem csak szakmai oldalról is, hogy ténylegesen úgy próbálsz lovagolni, és úgy próbálod partnerként kezelni a lovat, hogy ne bánst, hogy nincsen zabla, hogy nincs egy csomó minden, szőrén ülöd meg szépen fogalmazva a lovat, hogy mi miatt jutottál el ide? Mi volt az, ami azt mondatta veled, hogy ezt tegyük le az asztalra, és hagyjuk ott? Hát így az ablát nézve, az elsősorban az abla, most ha csak a lovasi jászatról beszélek, akkor csak azt tudnám kiemelni, hogy a lovasi jászatban azért nincsen szükség az ablára, mert foglalt a kezünk. Uh-huh. Tehát el van foglalva a kezünk. Tehát van ennek egy ilyen gyakorlati esélye. Igen, tehát is. El van foglalva a kezünk, és nincs időnk a szárral bibelődni. Uh-huh. Tehát már maga a gyakorlat alapfeltétele az, hogy a ló annyira irányítható legyen, annyira együttműködő legyen, hogy ne kelljen szárból őt irányítani. Tehát lábból, testtartásból ki milyen szintén van, de lábból és testtartásból vagy együttműködésből lehessen ezt megoldani. Másrészt, amiben használt látom én az edzéseink során, hogy a kezdők ezáltal nem rángatják szét a lónak a száját. Uh-huh. Sok ilyen elrontott lovat láttunk már, amelyik ilyen zabla, olyan zabla, és feszítő zabla, és még brutálisabb zabla, és láncos zabla, és minden van ahhoz, hogy az ember a lovat alkalmassá tegye arra a gyakorlatra, amire ő szeretné, de igazából az időnek a hiánya az, ami miatt, és a ráfordított idő, hát néha még a tudás hiánya is, de főként az idő hiánya az, ami miatt nem tudunk nagyon sokan úgy belovagolni egy lovat, hogy ne kelljen zabla. Meg vannak más sportágak is persze, amiben az abla kell, mert például a fogadhajtást nem nagyon lehet elképzelni zabla nélkül. Na de ahol nélkülözhető lenne, ott szerintem érdemes lenne megpróbálni. Benne van ebben az is, kérdezem sejtés csak, de benne van ebben az is, hogy tényleg a legminimálisabb úgymond fájdalomokozás vagy kínzás nélkül? Igen, viszont hogyha megnézünk közelről egy farmot, ahol mondjuk van egy ménes hét ló felett, vagy többen vannak, akkor fogjuk látni, hogy ők azért nagyon mostanában bánnak úgy egymással. Tehát ők úgy megharabdálják, megrugódják mm-hmm. egymást, hogy egy értő kézbe lévő kantárzabla azért nem tesz akkora sérülést. Tehát én most itt gondolok olyan lovasokra, akiket én tudok itt, hogy ügyesek meg jól lovagolnak. Azért vannak olyan lovasok, akik nem szaggassák el a lónak a száját, vagy a nyelvét, vagy nem tesznek olyan nagy kárt, mert ügyesen használják a zablát. Tehát, hogyha jól használjuk, a zablát sem okoz akkora sérülést, hogy na most az... Állatkínzásnak minősüljön. Főleg, hogyha mondod, hogy valóban néha egymást jobban megcibálják, meg nagyon durván képes. Tudnak egymással. Tehát összeharabják, és összerugódják annyira egymást, hogy nekem van olyan lovam, hogy ezelőtt 10-12 évvel megharapta egy más, és most is látszik a nyoma. Olyan fogásokat csinálnak, hogy ők nekik ez az életstílus, mert ők ki kell próbálják, hogy ki milyen szinten van, és amikor a vezér egyéniség fog lazulni, akkor átveszi a helyt a következő. Különben ez a vadvilágban ez egy elengedhetetlen, az élethez szükséges helyzet, hogy ők ki kell próbálják, hogy ki van a toppon, és ki van az, aki abban a helyzetben, hogy már, na,
Igen. Tehát meg kell legyen a lemenőben van a napja. Igen. Igen, hát ezekre azt hiszem a farkasok a legjobb példa, meg egyáltalán ahogyan az a falka rendszer működik. Az jut eszembe, mondod így, és egyébként bevallottam, vagy felvállaltad, én azért nem ismerem annyira a lovak világát, még az erdélyi lovas kultúrát is így távolról szemlélve, de azon gondolkozom így, ahogy mesélsz, hogy vajon mi volt az, ami téged mégiscsak a lovak irányába vitte? Mert ugye gyakorta elmondott különböző interjús helyzetekben, hogy nálatok a családban azért nem nagyon lovagolt, talán nagytatát sem használt szekeret, lovat már, tehát hogy idegen akkor tőled. Akkor már nem, amikor én... Amikor te megszülettél, meg egyáltalán voltál. De, hogy akkor honnan jött ez a dolog, hogy pont a lovak azok, amik neked vannak kitalálva, úgymond? Lovakat mindig is szerettem, de nagyapámnak a világháborús történetein sokat csüngtem, sokat hallgattam én, hogy hogyan volt a háborúban, hogy mire képes egy lós, hogy a lovakkal, mert hát az én családomról azt kell tudni, hogy édesapámnak az édesapja, az apai nagyapám, ő pont emiatt nem állt be a TSZ-be, a társas szövetkezetbe. És ezért volt ott probléma a családban, mert a kommunista beszervezésnél őt nagyon figyelemmel követték, és amíg a beszervezés folyt, addig neki el kellett hagyja a házát. És a Bukarestbe húzta addig meg magát, addig ott vállalt munkát, nagymamám is, nagytatám is, és neki annyira fontosak voltak a lovak, ugye akkor gépesített eszköz semmi nem volt, annyira fontosak voltak a lovak, hogy azt mondta, hogy ő teljesen a háború után nagymamámmal a semmiből kezdtek felépülni, dolgoztak, és minden javuk, minden amiük volt, az a munkájuk után volt, és az a két lovat ő annyira értékesnek, fontosnak látta, hogy azt mondta, hogy ő nem adja be. És ő inkább megél úgy, ahogy tud, de ő nem adja be. És ezt a kommunizmust ő úgy végighúzta, az összes megaláztatása, meg mindennel, ami volt, hogy ő nem hajlott meg a kommunizmusnak, ő lovak miatt, és én ezért őt nagyon-nagyon szerettem, tiszteltem. Ugye? És sok ilyen fotókat mutatott a lovakról, meg hát ugye abban az időben csak akkor neki volt, mert ő volt magángazda egyedül a faluba, és csak neki volt lova. Uh-huh. Nem vett el a TSZ, viszont hát ugye megtettek a bakorba, hát aki tudja, hogy mivel járt a kommunizmus és ez az időszakat, azt el lehet képzelni, hogy milyen megpróbáltatásokon kellett. Na, és ebből is sokat tanultam, hogy sose ad fel, hogyha valamit szeretsz, meg ilyesmi, és nagyon sokat hallgattam a történeteit a háborúról, a lovakról, meg minden. És mindenhez volt egy hozzáadható fotó, egy megsárgult fotó, amin a szürke és a fekete ló rajta volt. Jaj, de jó. Azon gondolkodom, tudod, hogy akkor csak volt valami tudatalatti megalapozása ezeknek az álmoknak, amiről meséltél, hogy lovakkal, csatajelenetekkel álmodtál. Hát igen, a másik, amiken felnőttem, az egri csillagok, meg az ilyen könyvek. Jaj, ezt el tudom képzelni, te nagyon imádhattad. Ezeket mind kiolvastam, igen. Ezeket többször úgy lehet, vagy hétszer olvastam az egri csillagokat. Azt a mindenit, azt a annyira mindenit. Annyira szerettem. Örülnénk egyébként, hogyha nem csak a mai tizenévesek, akiknek ez házi olvasmány, hanem annó még az én időmben is, hogyha bár egyszer elolvasták volna. Hát is. Lehet még egyszer, hamarosan ki fogom olvasni. Ó, nagyon jó. A hát most már. Pont ezt akartam mondani, hogy lassan ott van az ide, hogy akár felolvasás is lehetne. Nyúlok egy picit a dobozhoz újfent, és egy kicsit zakatolok, nem is annyira, és előveszek még egy tárgyat, amit szerintem szintén te is pont úgy felismersz, mint az előző. Az ideg. Az ideg. Tönkre teszi az ember idegeit. Egy íj ideg van a kezünkben, most már az asztalon, mondom azoknak, akik csak hallgatnak bennünket. Na szerinted az ideget miért hozta? Hát mert nem szól az íj annélkül, hogyha nincsen felajzva, és nincsen rajta egy ilyen pengető. Így van. Meg hát egész pontosan az érdekelne, hogyha már az ablát letettük az asztalra, akkor kérlek abba a mozzanatba, szösszenetbe avasd be bennünket, hogy mi volt az, amikor így a lókérdés kibővült íjászatra is. Tehát, hogy a kettő együtt járt a legelejétől már, vagy egyszer volt a lovak iránti rajongás, és utána jött az íj? Nekem van egy Balázs Lajos nevű barátom Kászonban, és nagyon sokat jártam, nagyon kedvelem, nagyon jó barátom, és ő vadász ember különben. Uh-huh. Nem íjjal vadászik, az íjat az csak vette keszelésből, hogy neki legyen, de
azt mondja, hogy gyere, kicsi lejje, mutatok neked valamit. És mutatott egy íjat. Hát az ez olyan erős volt. Hány éves voltál, bocsáss meg körülbelül? Hát akkor olyan 22 lehettem. Hát akkor 23. Nem is olyan kicsi lehel. Nem, hát jó, csak ő egy ilyen 1,80 m valami magas. Egy ilyen gladiátortást alkatú ember, egy jó magas ember, és na azt mondja, egyet lőjél. Hát az olyan bivajárős íj volt, hogy éreztem, hogy kifordul az izület a vállamból. Hát mondom, Lajos, ez egy kicsit nekem erős. Na azt mondja, figyelj ide, én csak azért adom, hogy kóstold meg. De nagyon vigyázz, mert aki lovat vesz, íjat vesz, annak az élete onnantól, annál megfordíthatatlan. És ez volt az első pillanat, amikor én elkezdtem úgy nagyon komolyan gondolkozni, hogy még kiskorunkban, még gyerekkorunkban még készítettünk íjat, de azért az nem olyan volt, az nem úgy szólt, az nem olyan volt. És ez a lós, az íj, és akkor ez így, ez egyre jobban, de ez így megmaradt, hogy ő mondta, hogy kicsi lejjel el rá, erős vigyázz, mert hogyha ez így összevág a kettő, akkor és amikor megfogtad azt az íjat életedben először a kezedben, mint keresem a spirituális tartalmakat, bocsi, de volt valami egymásra találás, olyasmi, mint amit a lovaknál érezte? A ló, az, mint már többször is mondtam ebben ezen a beszélgetés alatt, az a természet. A természethez kötődik. Az a természetbe visz az ember, a természetbe kell éljen, hogyha lovazni akar. Nem tudja bevinni a nagy szobába. Be lehet, csak az rosszul néz ki. Az oroszok megcsinálták egyszer-kétszer. Lehet. Na, az íjjal pedig a saját magunkba vezető utat keressük. Tehát, hogyha ha valami bennünk baj van, hogyha valami idegesség, feszültség van, én azt hiszem, hogy a maga az íjász gyakorlat, hogyha felbontom négy részre egy lövést. Betöltök, rátartok, megfeszítem, és oldok. Igen. De ezt mind így ebbe a tempóba, ahogy én így elmeséltem, körülbelül ebbe a három másodperces felbontása. Most lehet, hogy pont nem annyi volt a mondatom alatt, de így felosztva, hogyha erre nagyon odafigyelünk, lehet, hogy feszültek vagyunk, lehet, hogy napi gondokkal tele vagyunk, de a 10-15. Lövés után, ha csak ezt figyeljük, kicsit kiengedünk, kicsit ellazulunk. Milyen jó ez? És alkalmunk van megfigyelni a saját képtelenségünket. Megfigyeljük, hogy mennyire időkényszerben vagyunk. Hogy fogjuk a vesszőt, betöltünk, és már rögtön lőni akarunk. Négy másodperces felosztásokkal, főként amikor az íj meg van feszítve, és akkor kell tartani 4 másodpercig, de úgy, hogy az íj ne remegjen be, mert ugye akkor lemegy a célról, amire rátartunk. Ha ezek megvannak, és bámulatos, hogy 10-15 lövés után mennyire az ember saját magát kezdi figyelni. Amikor ezt el tudjuk hagyni, ezt a pillanatot, ezt az állapotot, és van egy olyan érzésük, mint hogyha felülről mondjuk 3 méter magasból, mint egy drón így figyelnénk saját magunkat, a hidegrázós érzés, az nagyon érdekes tud lenni. Milyen érdekes, az életben nem gondolkodtam volna íjászatról így, ilyen szempontból is, hogy az ember önmagában néz bele. Tudod, az valami olyan, mint hogy, tehát külső szemlélőnek ez arról szól, hogy ott a cél, és semmi más dolgod nincsen, csak beletalálni a közepébe, vagy legalább eltalálni egy célpontot. Na, itt erről még mondanék néhány dolgot, hogyha érdekes esetleg. Tehát ugye, ahogy mondtad, tehát a néző, az kintről a pálya, a szélre azt lát, hogy elment a nyílvessző. Tehát csak ennyit hall, ennyit lát. És legfeljebb a céltáblába lássa, hogy remeg a nyílvessző. Vagy hogyha valami nem pontos, akkor mellé ment a vessző, csak ennyit lát. De hogy ez a lovasi jászatba főként, hogy ez így működjön, tehát nagyon sok fázisra, szeletre szét kell szedni mindent. Nagyon jól kell tudjon az ember lovagolni, de a lovaglás több mindenből áll. Ritmus, egyensúly, kiülni, együttműködni a lóval, a lónak a visszajelzéseit kell értékelni, követni, azt szerint irányítani, együttműködni vele, tehát nagyon sok minden kell. Még bejön a természeti hatások, például a szél. Tehát az íjásznak az nem mindegy, hogy honnan fúj a szél. És milyen sebességgel, emiatt nem mindegy, hogy megy a ló, milyen sebességgel. Tehát amikor nekem például a rekord volt, és 15 nyílvesszőben volt az ujjaim között, ilyen legyező formában
elhelyezve. Indulásnál, amikor a ló indul, hát elsősorban olyan lendülettel indult el, hogy ha nem ülök rendesen rajta, akkor kiugrik alólam. Ugye a szőrén ülök, már eleve csúszik. De az a legyező-szerű elhelyezésnek a felfekvését, a szélnyomás, az érzi az ember, hogy törj el az ujjait. Ugye? Igen, hát, és azt úgy kell tartani, azt ki kell ezt a fájdalmat valahogy kapcsolni, hogy már hogyha a fájdalomra figyelünk, akkor nem tudunk kellőképpen nyílveszőket megfelelő időben, megfelelő mértékben feloldani. Tehát ahhoz, hogy én egy vesszőt ki tudjak venni, és a többi ne hújjon ki, azt abba a mozgásba, abba a jelenésbe, abba úgy kell feloldjak egy új percecskémet, úgymondva, hogy csak azt az egy vesszőt. Igen. És ezt nem lehet figyelni, mert akkor már rég elmentem a céltábla mellett. És akkor ezek mind úgy összeadódnak, de ez egy olyan, ugye a lónak a vágtája még ott van, tehát egy remegés, meg persze. Minden, tehát ott minden összeadódik. És mint mondtam, ezt a négy fázist azért be kell tartani, már tölteni és lőni csak kell. És hogyha valami rosszul működik, akkor az egyből kiderül, mert a vessző elment a céltábla mellett, vagy éppen a céltábla mellett elmegy a lovas, és akkor megint nem lőtt. Ez, bocsáss meg, hogy közben kérdezek, de el sem tudom képzelni, és érdekel, hogy ez például agyban, koncentrációban, ez mekkora volumenű munka, hogy te 1100%-osan ott legyél, és erre a millió apróságra tudjál figyelni? Ahhoz, hogy a kassai rendszerben meglőjem a 150 pontot, én lőttem 180-at itthon. Ahhoz, hogy valamilyen tevékenységet biztosra meg tudjunk csinálni, sokkal nagyobb tárhát kell tudjunk mi elhordani. Tehát innen indulnék ki. Ahhoz, hogy én koncentráltan tudjak vágtázni és lőni, és hibátlanul teljesíteni, ahhoz annak a legalább nem többszörösét, de legalább az a szint felett kell én teljesítsek. Tehát ahhoz, hogy ha én elmegyek bemutatózni mondjuk a székelyvágtán, vagy bárhova, nekem otthon, amit a lovak teljesítenek, az a 100%, és én arra már fel kell legyek készülve, hogy egy idegen helyen, egy idegen felületen csak a 70%-át fogom tudni teljesíteni, mert sok minden bezavar, vagy bezavarhat. Tehát amit a nézők látnak, igazából az a teljesítményemnek csak a 60%-a. Ez milyen jó? Tehát akkor Isten igazából akkor lenne teljes az élmény nézőként, apropó vágta, hogyha mi fognánk a sátorfánkat, kimennénk hozzád a tanyára például, vagy ott abban a közegben, amiben napi szinten edzetek, és egyszer megnéznénk, hogy odahaza... Igen, csak ezzel az képes. A baj, hogy a csatát se otthon a kárbe vívták a szivafák alatt, hanem hogyne. A csatatéren. És jobb esetben. Várja, mert volt, hogy bejöttek a hátsó kertbe. Volt. De igazad van, persze. De a kérdésedre visszatérve, hogy válaszoljam meg teljesen, mert ez csak egy részleges válasz volt, és nem szeretném kikerülni, mert nagyon jó különben ugye a kérdés is, hogy hogyan készülsz fel, milyen tárhát kell cipeljél magadon, ahhoz, hogy emellett, a gyakorlat mellett, aminek egy részét elmondtam, de nincsen még ott a néző. Nincsen még ott a pálya széle. Hogy meddig mehetsz, meddig lőhetsz, hogy ne történjen baleset, hogy kell egy pályán. Egyáltalán a keretek és a korlátok is, gondolom egyrészt, amik szabva és adva vannak, másrészt a sok hiba faktor, mert egy néző, beszaladó malacok, disznók, nem tudom, igen. Hangos bemondó, igen. Rengeteg dolog, igen. Tehát kockázati faktor óriási van, úgyhogy abszolút igen. Értem, igen. Hogy szoktam én gyakorolni például az íjászatot? Tehát mi az íjászatban a teher? Hát nem olominget veszek magamra, már nem a súllyal van nekem problémám, hanem a pszichikai teherrel, a nyomással. Uh-huh. Hogyan tudok én figyelni a pályán mindenre, és még annál többre is? Hogy ne pattanjon meg egy vessző, vagy ne történjen. Mert történhet, igaz? Persze. Egyrészt, hogy megkérünk mindenkit, hogy hova álljon és hogy csinálja, de hát van olyan, hogy nem odaáll és nem azt csinálja. Olyankor átrendezitek a pályát. Ez most idén volt gyergyóga, a lovas ünnepen. Igen. De hát viszont ahhoz is alkalmazkodni kell egy pályaátrendeződéshez, vagy egy természeti jelenséghez.
Hogyha már szóba hoztad, akkor hadd nyissak én is igen egy zárójelet, mert van még egy nagyon jó történet, ami apropó esős idő alapon nemrég egy televíziós interjúban te magad mesélted el, és jó lenne igen, hogyha itt a Pertúban is helyet kapna, hogy amikor készültél a rekordkísérletre, akkor talán a családdal, édesapádékkal kimentetek ugye a Vágta helyszínre, így van, és konkrétan, hát meséld el te, ne én mondjam el, mert a te történeted. Hát ugye az volt, hogy mi azelőtt való nap, tehát ugye mi kimentünk az esemény, amiről most szó van, az vasárnap történt, de mi azelőtt való nap valahol Gyergyó környékén, azt hiszem Ditróba vagy valahol bemutatóztunk, és nem tudtuk azt, hogy itthon, szombaton milyen eső volt. Jajjaj. És vasárnap mi kimentünk gyakorolni a pincetetőre, de a galoppályán állt a víz. És ilyen gyakorlatokra úgy szoktunk kimenni, hogy kimentünk a csapat, és a szüleim, meg volt ilyen sütögetés, amíg én gyakoroltam, addig ott ők bográcsoztak egy, igen, is egyet, igen. Egy, hát kirándulás is volt. És azt mondja, édesapám, hát mehetünk haza, mert itt áll a víz a pályán, itt nincs mit csinálni. És mondom, hát nem, mert felrakjuk a célokat, kimérem, hogy mi mennyi, mekkora távolságokba kell legyen. És azért még van mit csinálni, mert majd lesz jó idő, és akkor, ha ki van cövekélve, ki van tűzdelve minden, hogy hova kell jöjjön, akkor ez... Legalább egy lépéssel előbbre vagyunk, igen. Na, és amikor már meg volt, felépítettem úgymondva a pályát, akkor felültem a lovamra, és kezdtem menni körbe. És akkor kijött mindenki a pálya közepére, hogy na, szálljak le a lóról, mert ők már lássák, hogy, hogy ebből mi lesz. Hát csak lépésben mentem, vagy háromszor körbe a pályán, hogy a ló szokja. Mi is szokjuk, de hát a sár az tényleg rendesen állt. Tehát akkor elkezdtem műgetni, ha kijöttek a pályára, hoho, álljak le, mert ebből baj lesz. S mondtam, jó, na, akkor pakolunk s megyünk, hogyha egy kérdésre tudják a választ. Jó, mondjam a kérdést, voltak 8-an. Mondom, mi lesz akkor, ha azelőtt való nap, amikor kell ténylegesen megcsinálni a rekordot, itt lesz vagy 3000 ember ebbe az oldalba. És lesz egy ilyen eső, mint most. És spoiler, ezek senki nem tudta megválaszolni a kérdést. Nem. Azt mondta apám, hogy mer rakja a tüzet erre. Az volt neki a válasza, hogy jó. És akkor körbe vágta azt a pályán, de maga ilyen esetekben a felkészülés, a maga az út. Így van. Az, hogy most meglövöd vagy nem lövöd a végén, amikor annyit gyakoroltál már, az az út, az amennyit tapasztalatot ad, amennyit én tudok én erről mesélni, vagy éppenséggel tanítani, vagy másképpen látom onnantól ezt az egész helyzetet, az teljesen más. Na de visszatérve arra, hogy milyen súlyokat teszel magadra. Például az íjászatnál, vagy a lovas íjászatnál verset mondok. A verset töltök, a versnek a soraira. Menj már, belül, így belsőn, vagy hangosan is kimondod? Nem, én hangosan mondom a vers. Hát például a hiszek egyet szoktam mondani, hiszek egyet. Azt, menj már! Ugye négy sorosak, a szakaszok négy sorosak, és minden sorra egy műveletet elvégzek. Betöltök, hát, rátartok, feszítek, oldok. Következő, és annyi veszőt tartok a kezemben, hány szakasza van a versnek, és ez egy nagyon jó önfegyelmezési és gyakorlat, és a fájában is különben azt mondod, amit hiszel, tehát azt, amit te vallasz. Igen. Hogy, ja, ez milyen érdekes. És amikor ezt egy sokáig ezt csinálod, akkor amikor elengedsz egy ilyen tárhát, tehát a bemutató közben nem mondod a verset. Nem, ott már nem. Ott nem, mert ott a figyelmem és a minden képességem arra kell, hogy abba a helyzetben legyek jelenbe. De belül sem megy monológ? Nem, nem megy, nem. Belül az megy, hogy ki hol van. Tehát falakot látok, sorokat látok, nem embereket nézek, hanem sorokat, hogy meddig szabad elmenjen egy vessző. De sok mindent kell érezni. A szélerősséget, a lovat, a lendületet. Nem fog egyformán menni sohasem a ló. Nézd csak, például extrém sportolók szokják mondani azt, hogy amikor éles helyzetben vannak, nem tudom, akár leugrásról, bármiről legyen szó tényleg, hogy olyan, mintha érzékszervek szintjén kitágulna a Igen. világ, belassulna. Igen. Te is valami hasonlót Igen. élsz meg? Igen. Ez milyen jó élmény lehet?
Igen. És mennyi minden beleszuszakolható. Azt mondják, hogy nehéz elérni azt, hogy az ember teljesen kiürítse a saját agyát. Ugye a meditációnak ez lenne a lényege. De ezek szerint akkor te ezt meg tudod csinálni a közben? Hát igen. Muszáj alapon. Igen, muszáj alapon meg kell csinálni, mert egy nézőközönség nem tud egy embertként mozogni. Tehát a nézők közül bármikor kiléphet valaki. Bármikor bejöhet a pályára valaki. Igazából az ilyen helyzetek mutassák meg azt, hogy az ember milyen kapcsolatban van a lóval. Tehát nem a betanult gyakorlat, amit a ló nagyon jól csinál, és azt tudjuk, hogy az el is várjuk tőle, hogy ezt megcsinálja, mert már többször megcsinálta, hanem igazából az mutassa meg, amikor egy nem várt helyzetbe, hogy reagál. Ki tudja-e kapcsolni amúgy természetesen és ösztönösen alaptulajdonságát, a menekülést, vagy átveszi az irányítást, megcsinálja azt, amit nem kéne csinálja. Hát ez azért nagyon komoly dolog. Bárhány oldaláról közelítjük, meglátod akár egy ilyen különlegesebb helyzet, de hogyha egy normális, standard produkciót elejétől végéig veszünk, akkor is annyi ága, boga, színe, nem tudom, íze, zamata, iránya van, hogy valami zseniális dolog lehet mindezt így kézben tartani. És azon gondolkodom, ahogy így mesélsz különböző élethelyzetekről, tanulságokról, minden másról, hogy nagyon olyan embernek tűnsz, aki nagyon tudja, hogy mit akar. Jó a benyomásom, az impresszióm az vagy, aki nagyon tudja, hogy mettől meddig és hová? Hát persze, tudom, különben azt hiszem, hogy ez egy ilyen, nem is tudom, milyen vállalkozás lenne kiállni a pályára úgy, hogy nem tudja az ember, hogy mit csinál. Tehát az egy... De nem csak a pályán kérdezem, úgy általában az idézőjeles civil életben is. Igen, megszoktam én azt, hogy van nekem egy célom, és én azt szerint élek, igen. És mi a cél? Hát most több van. Na, én mindig, már ez a beszélgetés elején elmondtam, hogy szeretnék minél többet látni ebből a világból, mit élhettek meg, mit tudhattak azok a harcosok, akik ezzel foglalkoztak. Na de amikor az ember elér egy bizonyos szintet, és vannak ugye visszajelzések, hogy jó úton halad, és ezt érdemes csinálni, akkor természetesen szeret... Mindenki gondol arra, hogy mi lesz majd később. Egyértelmű, hogy van egy születés, van egy fejlődés, és van egy elmúlás. Tehát ez mindennek van vége. Na hát én is úgy vagyok, hogy akit érdekel, annak nagyon szívesen megmutatom és átadom ezt a dolgot. Itt van például az én kicsi fiam, akit nagyon érdekel a történet. Megállhatunk egy picit. Meg. Hoztam neked valamit. Jaj, ne várjál csak. Én ezt megpróbálom körül magyarázni, hogy mi az, mert nem tudom, szerintem egy szóban nem lehetne megfogni. Ez az ő aranyköpése, Horka aranyköpése az egyik, hát illetve mond az egy-egy párbeszéd. De meg foglak kérni, hogy amennyire tudod, olvasd el, te kérlek, de biztos, hogy ismerős, mert leloptam a Facebook oldaladra. Igen. Hallod, hogy tapsolnak apa? Nem, most nem az a dolgom, és te se arra figyelj. Lovasíjász vagy, állj stabilan, hogy tudjál lőni, és szedjél le mindent, amit dobok. Hát ennek az a magyarázata, hogy neki ez a második bemutatója volt. A székelyvágtán ő nem hallotta, hogy tapsolnak az emberek, mert nagyon távol voltak, de Gyergyóban ott voltak körülöttünk mindenki. És annyira meglepődött az első lövés után, hogy egybe azzal kezdett foglalkozni, amivel nem kellett volna, hogy őt hogy ünnepeli a néző közönség. És azért mondtam, hogy nem az a dolgom, mert közben én dobtam egy második korongot, azt viszont nem találta el, mert arra figyelt, hogy ünnepelik. Igen. Láma váratlan faktorok, ugye? Igen. Tehát itt van. És ugyanaz, tehát akár mennyi idős egy ember, ez ugyanúgy, hogyha ezekkel a dolgokkal nincsen megszokva, el tudja venni a figyelmét, és akkor ott van a tévedés. Na, és akkor onnantól helyreállt a történet, akkor többit lelőtte, de azt eltévesztette. A bemutató után, apa, egyet mellé lőttem. Igen, láttam, fiam. Más is téved, én is, nem vagyunk gépek. De téged úgy látom, bánt, hogy mellé lőttél. Igen, bánt. Így van ez az életben, fiacskám. A döntéseik olyanok, mint a lövések. Nem minden sikerül jól,
de nincs lehetőség rá, hogy visszafordítsuk az előtt nyilat. Meg kell kérdezem, mert alig vártam őszintén, hogy Horka is szóba kerüljön, meg az aranyköpéseik is szóba kerüljenek. Ez egyébként valami zseniális, amit te csinálsz a Facebookon ilyen szempontból. Elmondom azoknak, akik mondjuk nem kajtatnak minden nap Pascal Hell Facebook oldalán, hogy egyrészt gyönyörű fotók vannak, hát le az összes kalapokkal, mert tudom, hogy többek között nektek is köszönhető. Másrészt a látványon túl a tartalom is, ilyen kis szösszenetek, gondolatok, és olyan életigazságokat fogalmazol meg, akár a gyerek révén, akár bármi révén, hogy alig vártam megkérdezhessem, hogy honnan a Manóból jönnek az ilyen fontos tanulságok. Ezek az életemben megélt tapasztalatok egyből valahogy beugranak. Amikor felvet egy ilyen dolgot, ez egyből így beugrik. De ilyen, hogy őszintén, hát Márquez idézet lehetne, vagy Coelho idézet, vagy nem tudom, Jókai Mór idézet. Nem tudom, idézet, most vagy... nem akarok én, hát nem ezeket, akiket felsorol, hogy Jókai Mór, igen, de többit nem olvastam. Hát nem tudom. A tegnap volt megint egy érdekes mondása. Azt mondja, hogy ez a leggyorsabb lovad? Mondom, igen. Neki is megvan az ő lova, amelyiken mindig edz, de van nekem a leggyorsabb lovam, na, az egész között. S nézte a lovat, és azt mondja, hogy mondom, mi bánt? Mi jutott eszedbe? Emlékszel, amikor leestél? Mondom, igen. És mondom, s ez most téged miért bánt? Ott állt szende mellettem, ő egy lány, aki jár hozzánk. Tanulni. Hát lovazik, jár, vágtán is ott volt. Tudod, azt mondja, hazudott nekem szende. Hát mondom, mibe hazudott? Amikor te olyan testél, hogy porosztál, emlékszel? Mondom, igen, ez az idén volt a vágta. Én láttam a lovat, hogy fucs, te nem vagy rajta, apa. És mondom, és? És kérdeztem, hogy mi történt? És azt mondta szende, nem történt semmi. Apa. Nekem ő hazudott. Édes. Jaj, Istenem. Azt mondja, hogy ha mondom, hát de mit mondhatott volna? Akármit, azt mondja, csak ne hazudja. Mert nekem te vagy az apukám, senki tudja, hogy mi van veled. Na, ilyenek. Mond ilyeneket. Szorult belé is fontos gondolat sok ilyen, ami majd egyszer, Istenem, bárcsak ne csak egy Facebook posztot érdemeljem. Egyébként azt csiripelték a madarak, hogy túl azon, hogy ilyen gondolatokat fogalmaztok meg mondhatni, akkor ezek szerint szó szerint együtt, amit mi olvashatunk a Facebookon, túl azon te szoktál néha verseket is írni, és bár nagyon sokat kellett görgetni a Facebookon, de találtam egy páros rímeset. És így szól, hogy mert ezt felfogni nem is lehet, dübörgő patákkal, ahogy uralják a teret. Létezésük éber álom, ők a teremtés égkövei a világon. Ez Pascal Hell 4 sorosa? Hát az egy 6-7 soros, 7, nem, az csak nem, egy versből van kivéve. De a te verset. Igen, ugye? Igen, igen. Akkor igen. Jól csiripelnek ezek a lovak az éjszakába, az a címe. Mi a helyzet ezekkel a versekkel, te Lehel? Mert ott hát van le vannak írva egy füzette. Jó, nem ez érdekel, elmondom, mi érdekel. Ott van az egykori karate fán, a mostan nem tudom, lovakat, nem is egyet, sok lovat, íjat és mindent is kézben, kordában tartó apuka, aki a fiát is terelgeti a megfelelő úton. Magyarán ilyen harcos szamuráj típus vagy, tudod, külső szemmel nézve. És aztán az ember kettőt görget a Facebookon, és ott vannak az olyan sorok, ami ilyesmiről szól. Honnan jön a líra belőled? Ezek ugyanolyan belső hangok, mint a gyermekkel való beszélgetés, vagy hogyha megnéznénk, az a problémánk, hogy mi a harcosokról nekünk van egy elképzelésünk, hogy mogorvák, durvák, pedig nem. Tehát én úgy gondolom, hogy a harcosok a legérzőbb emberek. Mert ők tudják, hogy miért küzdenek. És azon a skálán, hogy az élet és a halál között kell dönteni,
azon mind a két végletet megjárják. Mert egy harcosnak nem az a dolga, hogy folyamatosan pusztítson, hanem folyamatosan építsen. Tehát egy harcos nem fog, nem az a harcos, aki hideg vérrel tud bármit pusztítani, hanem az, aki ugyanolyan, ha nem is könnyű szívvel, de ugyanúgy meg tud halni valamiért, mint ahogy tud teremteni valamit. Tehát a harcosokat nem úgy kell szerintem elképzelni, hogy mennek és mindent elpusztítanak, ami az útjukba kerül, hanem úgy kell elképzelni, hogy a legmélyebb árkon készít egy hidat, hogy a jövő nemzedéknek legyen egy útja. De hogyha nyilván valami miatt az, ami neki drága, ami értékes, veszélybe kerül, akkor az életét is oda tudja adni. Ez jelenti nekem a harcost, és hogyha megfigyelünk szamurájukat, vagy nagy harcosokat, van, hogy fákat, virágokat, növényeket alakítnak, formáznak, vagy éppenséggel egy virágot simogat meg. Tehát ugyanannyira, amennyire külső szemmel egy durva karakán ember, belül annyira érző és odaadó ember kell legyen legalábbis a harcos. És akkor ilyen Pászka Lehel is? Én ilyennek érzem magam, de azt mondják, hogy az ember az, aminek mások mondják, de azt nem vagyok benne meggyőződve, hogy mindenki ismer engem, vagy ismerjük egymást, ismerjük a harcosokat, ismerünk embereket. Biztos, hogy jól lássuk. Igen, hát okosak szerint egy élet ahhoz is kevés, hogy saját magunkat megismerjük rendesen, nem hogy másokat. Szeretnéd, ha megismernének? Olyan szempontból is, hogy ki az a Pászka Lehel, aki verset ír, aki néha virágot simogat. Hogy én mit szeretnék ahhoz képest, hogy mit lehet megvalósítani egy életbe, az teljesen távol van egymástól. Mert? Mindenki el van a saját világában, és a saját gondjaival, a saját dolgaival. Sokszor, amit elmondunk, egymásnak se értsük, emberek. Nemhogy elmenjünk, hogy mindent. És látom, tehát, hogyha egy tábor van, és valaki eljön megnézni, hogy mit, hogy csinálok, a legnagyobb készséges odaadással, hogyha meg is mutatom, sokszor látok olyan helyzeteket, hogy megpróbálják kiragadni mindabból, amit én csinálok, vagy mutatok, azt, ami számukra fontos, vagy nekük tetszik, és abba a világba beleilleszteni, amivel ők élnek. És amikor innen is, onnan is néhány magvacskát kiszedünk, abból lehet valami, de nem az lesz, mint ami eredetileg, ami eredetileg kellene, hogy legyen. És hogyha valamit nem folyamatában csinálunk meg, akkor abból az nem tud az olyan lenni. De lehet, Lehel, 2023-ban, 21. században lehet ezt úgy csinálni, hogy mint hajdanám, vagy hogy tényleg egy, mert neked ez az életformád, életstílusod, életviteled, de te is felveszed a csíkos ingat, te is bejössz a perthoz leülni egy mikrofonon. Én is ember vagyok, mint bárki más, csak én inkább azt próbálom mondani és megmagyarázni az embereknek, próbálom, tehát hogy ha valaki érdekelt ebbe a dologba, hogy én nagyon sok embert látok, hogy nagyon fut, nagyon nagy lendületben van. Feje van pörgetve ez a világ, és mennek az emberek ezzel a világgal. Haladnak, és úgy telnek el napok, hogy nem tudja visszamondani, hogy mit csinált egész nap. Úgy, ahogy görgeti pont a telefont. Uh-huh. Úgy telik el. És miben látszik ez leginkább? Sokan kijönnek lovagolni, felül egy órát ül a lovon, és azt mondja, hogy úgy el voltam fáradva, amikor ide értem. És megnyugodtam. És olyan jól érzem magam, és feltöltöttem. Uh-huh. De csak azért töltöttél fel, mert kikapcsoltad az agyadot igazából. A mindennapi gondokból, vagy az egész napi tehertől megszabadultál. Igen, hát van ez a, nem is tudom, közhelyesnek nevezhető, de jól tudjuk, a közhelyek a legigazabbak, de közhelyes mondás ilyen formán, hogy
minek pszichológus, ha van egy ló? Ugye a ló a legjobb pszichológus. Egy kicsit ez van, plusz hozzátéve azt, amit korábban említettél, hogy a természethez való kötődés szimbóluma Isten igazából, vagy eszköze az, hogyha az ember lovagláshoz nyúl, hogyha ezek mind szépen összeadódnak, és az ember ezt meg tudja élni olyan szinten, hogy ne heti egy órácska legyen belőle, vagy nem tudom, az íróasztal mellől, vagy a mosógép mellől feláll, és kimegy lovagolni, hanem ezt egy picit komolyabb szinten űzze, akkor tud ez egyfajta megnyugvása lenni, ez az életstílus is, ugye egy 21. századi embernek. A 21. századi embernek a legnagyobb problémája a felgyorsult ütem, amivel nem tud lépést tartani. Én ezt látom. Le kéne lassulni. Le kéne lassulni. A ló és a lovaglás jó eszköz erre? Jó eszköz a ló és a lovaglás is, viszont ő nem tudja megoldani. Ő tud eszköz is lenni, tud társ is lenni, de hogy mi lelassulunk el arra szintre, hogy értsük ezt, az nem rajta áll. És tudjuk-e, hogy min áll? Hát rajtunk áll. És hogyan? Rajtunk áll. Hát úgy, hogy kicsit megpróbálunk lelassulni és visszamenni a természetbe. Tehát vannak dolgok, jó dolgok történnek velünk, és ezt megtapasztalod nap, mint nap látom, hogy vannak ilyen jó dolgok történnek, és annyira izgatottak, zavartak vagyunk, nem tudunk örvendeni dolgoknak. Ez a legnagyobb problémánk, hogy nem tudunk élni a jelenbe. Tervezünk, hogy majd aztán akkor így lesz, akkor úgy lesz, de hogyha a jelenünk nem olyan, amilyen kell, akkor nem fogunk odaérni. Csak vegyünk alapul egy sportolót. Ha nap mint nap nem gyakorol, akkor nem fog odaérni, hogy bajnok legyen belőle. Így van. És a bajnokság az a jövőben van. Ő abba az irányba halad időbe is, még edzésekkel fizikailag is abba az irányba kéne, és kéne mentálisan is nyilván. De hogyha nem lassul le, és nem éli meg azt a napot, amiben van, akkor nem fog tudni felkészülni a bajnokság napjára. Ez egy nagyon-nagyon jó példa. A sport egyébként lám milyen sok minden szempontból jó példája tud lenni egy ideális életnek, vagy egy odafigyelt életnek. Hogyha már volt szó magányos harcosról, akkor te azt érzed, hogy ilyen szempontból is harcolsz a világ ellen? Vagy küldetésnek érzed azt? Én nem harcolok a világ ellen, és nem vagyok magányosnak, se érzem magam. Azt látom, visszatérek az első gondolatra, ahol mondtam, hogy ugye a lóval, tehát hogy próbálja meg a lovat visszavinni az ember a saját világába? Úgyhogy felül rá, és az egy óra alatt neki van egy elképzelés, hogy ő mit akar megcsinálni. Uh-huh. És az a ló éppen vagy nincs hangulatánál, vagy éppenséggel az együttműködés nem úgy működik, ahogy kellene, tehát nem megy jól. Uh-huh. És próbálja erőszakolni, próbálja vinni jobbról, balról. Sokszor elmondom, és tegnap volt egy lány, aki lovagolt, és tegnap értette meg, hogy milyen érdekes az, hogy egy gyakorlatot megcsinálunk 4-szer, 5-szer. És hogyha jól megy, akkor tovább nem erőltessük. Mert hogyha elrontunk valamit, az már nem lesz időnk, vagy fizikai erőnk kijavítani. Mm-hmm. És hogyha jól megy a dolog, akkor az ember fejlődéssel is jól tudja befejezni a gyakorlatot, úgy, hogy a lónak is jó. Ha pedig elrontott valamit, és kínlódik, és erőltetés erőszakolja, akkor csak a rosszat erőszakolja. Így próbálja meg az ember vinni a lovat a saját világába. Ahelyett, hogy megint lemenne az alapokhoz, próbálna irányítani, az irányítást próbálna rendbe tenni, hogyha azzal van probléma. És lemenne arra szintre, hogy lelassuljon. Hogy a verset soronként megélje úgy, hogy megélje a betöltést, a rátartást, a megfeszítést és az oldást, 3-4 másodpercenként lelassulva. Aki tudja, hogy hol van a legmélyebb pontja ennek a lelassulásnak, és tudja a legmagasabb pontját, mert ugye van az, amikor csak lövök nagyon gyorsan, most az íjászat, lóról átmentem ugye az íjászatra, akkor ha tudom az alsó határát és a felső határát a képességeimnek, akkor tudom mindig, hogy milyen helyzetben vagy pozícióban vagyok. Uh-huh. Ha meg egyiket se ismerem, akkor csak vagyok, és nem tudom, hogy
hogy kezeljem a dolgot. Olyan szép szimbólum ez az egész, egyrészt lóháton ülés, lovaglás is, másrészt íjászkodás is az életnek, hogy Isten igazából a nagy bölcsességeket... Le van modellezve az élet, igen, a lovasi íjászatban, igen. Abszolút, abszolút. Hát hogyha neked mondjuk harcosként nem is célod feltétlen, vagy ha célod, bízom benne, hogy az, de ha nem is konkrét célod, hogy ezt a mentalitást, ezt a gondolkodásmódot továbbad, én azért bízom abban, hogy ez a rengeteg különböző hely, ahová elhívnak téged bemutatót tartani, tanítani ugye a táborok révén, akár te magad is, vagy a diákjaid, edzőpartnereid révén. Én nagyon bízom abban, hogy ez a mentalitás sok helyre eljut, és ehhez nagyon sok erőt, kitartást kívánok. Neked, mint egy jóféle miénk szamurájnak, te vagy az erdélyi szamuráj ilyen szempontból. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és tényleg rengeteg kitartást és erőt a munkádhoz. Köszönöm szépen. Köszönjük nektek is, hogy ma is bennünket választottatok, ne feledjétek. Jövő héten is lesz Pertu, illetve ha van ötletetek arra vonatkozóan, hogy kitültessünk ide a Pertu asztala mellé, akkor jöhettek ti is jobbnál jobb javaslatokkal, írjatok nekünk hozzászólást, vagy éppen üzenetet. A kollégák Deák Zsuzsu, Kocsis Boldizsár János, Csiszér Adri és Török Etele nevében újfent megköszönöm, hogy itt voltatok velünk. Ne feledjétek, hogy érdemes feliratkozni, kövessetek bennünket. Találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! Ez itt a Pertu, háromszék legközvetlenebb portré podcastje.